Hályi János író, költő, a kortárs magyar irodalom egyik legismertebb alakja. Főiskolás kora óta jelennek meg írásai, a közönség sikert 2003-ban a Bogyós gyümölcskertész fia című könyve hozta el számára. Számos műfajban tevékeny, 16 prózakötet, 8 verses kötet és számtalan díjnyertes dráma szerzője. Merészen kísérletezik a különböző műfajokban. 2019-ben megjelent a Kik vagytok ti című műfajteremtő kötete, amely az oktatást, nevelést legjobban fejlesztő könyv címét nyerte el. Műveit országszerte játsszák a színházak, több nyelvre lefordították. Gyakran találkozik az olvasókkal, számára sokat jelentenek ezek a beszélgetések, különösen most, a több hónapos bezártság után. Az az igazság, hogy én elvileg vagyok egy állásponton, hogy ha egy író él, akkor, és érdekli az olvasókat az, hogy mit mond, akkor az író szólaljon meg. Tehát, hogy aki él, alkotó vagy nem alkotó, hanem egyáltalán bárki ember, aki a világon van és él, az legyen megszólítható, és tudjon megszólalni. És írónál ez különösen fontos szerintem. Ugyanakkor hozzá kell tegyem, ez rendkívül fárasztó műfaj, ha az ember jól akarja csinálni, mert hát mégiscsak energiát kell belenyomni a gondolatokba, hogy valami átmenjen a hallgatóság számára. A Bencsvillában rendezett esten Kovács Dénes írói módszereiről is kérdezte Hályi Jánost, aki elmondta, a próza számára a hétköznapot, a vers pedig az ünnepet jelenti. Az író beszélt legújabb művéről, a Ne haragudj, véletlen volt című naplóregényről, ami a karantén elején, március 17-én indult, egy hónapot fog át, és június első napjaiban már meg is jelent. Minden mű tele van személyességgel, tudjuk, hogy Flaubert maga Bovary-né volt, és minden ilyesmit tudunk, de a lényeg mégiscsak az, hogy az kerülhet papírra, ami kellő távolságban van az írótól. Akkor is, ha vele történt meg, akkor is, ha a környezetében történt meg, hogyha azzal az érzelmi erővel, vagy érzelmi centrummal úgymond tárgyszerűen tud bánni. Tehát egyszerűen, ha saját életeseményt is ír meg az ember, én nem írom meg a privát érzelmeimet, hanem amikor már megírom, akkor számomra van egy megdolgozottsági lehetőség, vagy egy megdolgozottság már bennem, ami eltávolítja tőlem, ugyanakkor persze minden, amit írok, az mind belőlem is táplálkozik. Jövő héten kedden a zenebarátokat várják a villába, ahol Harcsa Veronika és Márkos Albert előadásában csendülnek majd fel megzenésített versek és jazz dallamok.